Próbanyelvvizsgára készülnek a Korányi Frigyes Gimnázium diákjai. A tét nélküli megmérettetés az intézmény német két tanítási nyelvű tagozatán tanuló 11-eseinek kínál felkészülési lehetőséget az úgynevezett DSD nyelvvizsgára. Az ezen való részvétel kötelező a két tannyelvű tanulóknak, így ezzel a próbavizsgával is igyekeztek őket felkészíteni a későbbi tényleges megmérettetésre. A DSD nyelvvizsga abban különbözik a többi vizsgafajtától, hogy a német állam támogatja, így a tanulók számára teljesen ingyenes. A nyelvvizsgára Németországból érkezik vizsgaelnök, illetve Németországban is javítják az írásbeli vizsgafeladatokat. Nagyon zsúfolt ez a mai nap, így van, mert délelőtt a nyílt órák, délután pedig DSD pilótprüfünk, vagyis próbavizsga lesz nálunk, ugyanis Nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium DSD nyelvvizsga centrum. Az újdonság az, hogy jön az új koordinátor Georg Szalai úr személyében, aki először jön hozzánk és levezényli a úgynevezett forkonferencet, vagyis a előzetes konferenciát, illetve magát a pilótprüfunkot. Mi ez a pilótprüfunk? Éles vizsgánk lesz decemberben és januárban, felsőfokú nemzetközi nyelvvizsgát tesznek a gyerekeink, de minden évben előtte van egy előzetes konferencia, és van egy próbavizsga, ahol a harmadikosok, a negyedikeseknek megmutatják, tehát ott felkészülnek gyerekek, tanárok felkészítik, hogy milyen egy szóbeli vizsga. Tehát ugyanúgy, mintha amikor élesben beül az elnök, beül a vizsgáztató, és beül még egy német tanár, illetve itt beülnek a csoportok is, és megnézik, hogy mitől jó, vagy mitől nem jó ez a felkészülés, vagy a maga a vizsga, mi az, amire készülni kell, amire figyelniük kell, tehát ez egy nagyon nagy segítséget nyújt nekik. A negyedikeseink életében nagyon fontos pedagógiai programunkban szerepel ez a DSD nyelvvizsga, a két tannyelvűség szempontjából is nagyon fontos, megkapják a pontot érte egyrészt, másrészt pedig a két tannyelvű bizonyítványa, illetve a DSD nyelvvizsgával a diákjaink diádi ösztöndíjra pályázhatnak, ami azt jelenti, hogy 4-5 évig ösztöndíjjal tanulhatnak Németországban. Tehát ez én azt gondolom, hogy ma, a mai világban, illetve ebben a régióban ez nagyon-nagyon fontos. Turdik Tiborné továbbá hozzátette. Fontos megemlíteni azt is, hogy a tanulók ezzel a vizsgával nem csak egy bizonyítványt szereznek, hanem tárgyalóképes német nyelvtudásra is szert tesznek. Az iskola 1988-ban az első között indította el két tannyelvű tagozatát, a képzési forma pedig mai napig egyetlen a megyében. A Korányi Frigyes Gimnáziumban 1996 óta tehetnek DSD nyelvvizsgát a tanulók, amely akkreditált, tehát mind Magyarországon, mind külföldön elfogadott. A diákok a közelmúltban próbavizsgával készültek a későbbi megmérettetésre, melynek apropójából egy német szakember is ellátogatott az intézménybe. A mai nap folyamán döntünk a következő DSD vizsga előkészületeiről, és tartunk egy próbavizsgát is. A tanárokkal átbeszéljük a vizsgaszabályzatot, az egymás közötti kommunikáció értékelését, ezután pedig a jövőbeli vizsgázóknak lehetősége lesz egy vizsgaszimuláción részt venni. Izgatottan várom, hogy fog megvalósulni. El kell mondanom, hogy először 3 hónappal ezelőtt jártam Magyarországon. Úgy gondolom, nagyon nehéz egy másik ország nyelvét úgy megtanulni, hogy az ember nem éli át, nem tapasztalja meg azt. Természetesen tudom, hogy a német nyelvnek, a német nyelvtanításának Magyarországon régi hagyományai vannak, és igaz ez erre a gimnáziumra is, ahol körülbelül 25 éve működik ez a tagozat. Bár még sok tapasztalatom nincs az intézményről, mivel most járok itt először, de annyit már el tudok mondani, hogy találkoztam a német nyelv oktatásával foglalkozó pedagógusokkal, akikben nagyon szakképzett és kompetens embereket ismertem meg. Csodálatra méltó az akcentus nélküli német nyelv Nagykállóban. Akzentfrei Deutsch in Nagykálló. Bár a két tannyelvű tagozaton tanuló diákoknak kötelező a DSD vizsga, nem csak ezért készülnek a megmérettetésre. A sikeres nyelvvizsga pluszpontokat jelent a felsőoktatásba való jelentkezéskor, illetve a diplomaszerzésnek is feltétele.